Az önkormányzat idén-nyáron a tavalyi 20-szal szemben 28 napon keresztül tart valamilyen rendezvényt. A szervezők elsősorban a könnyebb hangvételű programok felé nyitottak. Nagyobb hangsúlyt kapott az élőzene és a fiatalos hangulat. Ez jellemezte az eddigi rendezvényeket, és ezt szeretnék folytatni az augusztus 17-én kezdődő csopaknapokon is. A csopaknapok azt hiszem, hogy Csopak község életének legtradicionálisabb nyári rendezvénye, hiszen 1977 óta látható és hallható itt a Fürdő utcai parkolóban. Én azt gondolom, hogy méltán a legnépszerűbb és leghíresebb esemény itt a település életében és a nyárban egyaránt. Az ismert előadók közül fellép a Méz és a Vasabi KHT, és a Csopak hangja karaoke verseny döntőjét is a nagy színpadon tartják majd. A fesztivál idén a hosszúsága miatt is különleges lesz. Elsőként a története során 8 napossá bővült, hiszen úgy gondolták a szervezők, úgy gondoltuk, hogy augusztus 20-ával nem ér véget a nyár, hiszen rendkívül sokan nyaralnak még továbbra is a Balatonparton és Csopak községben, úgyhogy 24-ig tart, így először a története során 8 napossá bővült, és ez lehetőséget ad, hogy számos fiatal előadó, számos régi nagymotoros és számos olyan program helyet kapjon, amely a rövidebb műsor miatt esetleg kimaradt volna. Most először minden településhez kötődő borászat képviseltetni fogja magát, így igazi csopaki borokból nem lesz hiány.